Vitrédi Dávid a PMFC Matthias középpályása. A legutóbbi Diósgyőr elleni mérkőzésen csereként beállva 11-esből szereztél gólt, előtte viszont nem nagyon kaptál szerepet. Mennyire változtathatja meg ez a te pályafutásodat, játékodat a közeljövőben, hogy csereként beállva gólt szereztél? Remélem azért megváltoztatja, mert ugye elég kevés lehetőséget kaptam. Remélem ez a 11-es gól átlendít ezen a negatív szérián, és hogy remélem, hogy egyre több lehetőséget kapok, akár percekbe, meccsekbe. Bizakodó vagyok nagyon. Ha jól tudom, akkor nemrég lettél fiatal édesapa. Mennyire okozhatta az aggódás vagy a féltés ezt a forma visszaesést, formahanyatlást? Igazából nem tudom, mert két hónappal ezelőtt született ugye a kislányom, és azóta minden napot a legboldogabb emberként élek meg, és nem hiszem, hogy ez okozna nálam ilyen formahanyatlást. Egyszerűen nehezebben indult nekem is, a csapatnak is, aztán most remélem, most kezdünk belerázódni, hogy túl vagyunk az első párfordulón. Mondhatni, ideális ellenfél érkezik szombaton, hiszen a Kecskemét eddig mindössze egy pontot szerzett a bajnokságban. Reméljük, ideális lesz majd szombaton este a mérkőzés után is, mert nagyon kell nekünk ez a győzelem, hogy elinduljunk fölfele. Mondom, még hogyha egy kis 1-0-ás apró győzelemmel is, de muszáj valahogy begyűrnünk őket.